Miért vagyok? Túlvilágos vagyok, úgy nézem. Na mindegy. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó megint egy tech videó lesz, mert ki lettem rá hívva, úgyhogy megcsinálom. Mégpedig a Felej, ha mersz tech videót, könyvesteget fogom megcsinálni, amire Attila hívott ki a Regények Kalandora című csatornáról. És ide be is linkelem, meg lentre is belinkelem Attila csatornáját. Még egyszer köszönöm szépen, Attila, hogy kihívtál, és ez egy hosszú tag lesz, úgyhogy csapjunk is bele, mert 19 plusz egy kérdésünk van, és nem biztos, hogy a plusz egyet most megcsinálom. Első kérdés, melyik könyv van a polcodon a legrégebb óta? Na most, ezt szóval szerintem 100%-ig biztos vagyok benne, hogy a legrégebbi könyvem a Villámtolvaj, a Percy Jackson és az Olimposziak sorozatból. Ha nem ez, akkor a sorozat valamelyik másik része lehet, hogy a második, vagy a harmadik, negyedik, ötödik előbb volt meg, mint ez. De most ezt mondom legrégebbinek. Napok választják el őket egymástól, mert egyberendeltem az egészet, úgyhogy akkor a különbség nem lehet. Második kérdés. Mit olvasol jelenleg, mit olvastál ezelőtt, és mit fogsz ezután? Pont a videó felvétele előtt fejeztem be Jenny Colgantől a Meet Me at the Cupcake Cafe, ez azt hiszem le van fordítva magyarul is, de majd úgyis belinkelem a leírásba szokás szerint. Amit ezután fogok olvasni, illetőleg hát, amit így mondjuk most fogok olvasni, most per ezután, mert még nem kezdtem bele, úgyhogy csak két könyvet mondok ide, az pedig Lane Kaberboltól, dán szerző, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy jól mondtam, a Sárkány hívása. És ebből majd lesz barangolás Európában rész, de még nem kezdtem el. Harmadik kérdés, melyik az a könyv, amit mindenki szeret, de te utálsz? Nyilván nincs ilyen könyv egyébként, amit mindenki szeret. Én meg utálok, mert hogy nem lehetek egyedül, hogy csak én utálom. És ez nem olyat akarok mondani, amilyen népszerű könyvek, sorozatok, és én nekem annyira nem jöttek be, úgyhogy most gondolkodtam és rájöttem, hogy van ez a csoda, ez az Én Earl és a csaj, aki meg fog halni című kötet, ami amikor én ezt olvastam és néztem hozzá értékeléseket Goodreads-en, akkor nagyon sokan azt írták, hogy hú, hát ez milyen jó, meg milyen vicces könyv volt, és én meg így nem volt az. Ez nem volt se jó, se vicces, ez legjobb esetben is csak így oké volt, úgyhogy ezt mondom ide. Nekem nem jött be az a lényeg, a film se volt túl jó belőle. Negyedik, melyik az a könyv, amit folyamatosan mondogatsz magadnak, hogy elolvasod, de valószínűleg nem fogod? Előbb-utóbb szerintem meg lesz egyébként. De nem mostanában, az még biztos, mert rettenet hosszú, és nagyon fog fájni, és még nem készültem fel rá lélekben. Ez pedig Vera Brittontől a Testament of Youth, nem tudom, hogy ez le van-e fordítva. Ha le van, akkor úgyis belinkelem a magyar molyos adatlapját a leírásba. De ez egy első világháborús memoár, életsztoriú is, a film is fájt, és még a könyvre nem állok készen. Ötödik, melyik az a könyv, amit nyugdíjas korodra is megőrzöl? A Rick Riordan polcomtól soha nem fogok megválni, ez már most tuti, de egyébként az ilyen kedvenc könyveimtől, amik valószínűleg újra is lesznek olvasva, szintén ebbe a kategóriába tartoznak, úgyhogy lesz egy pár, amitől nem fogok megszabadulni, gyanítom. Ha csak nem ég le a ház és ég bennük az összes könyvem. De ilyenre nem is gondolom. Hatodik, el szoktad olvasni az utolsó oldalt előbb, vagy kivárod a könyv végét? Változó. Ha nagyon szenvedek a könyvvel, akkor előre, de régen elolvastam egyébként a végét, most már azt csinálom, hogy általában nincs rá szükség, hogy előre lapozzak. Ha nagyon szenvedek egy könyvvel, vagy nagyon lassan tudok haladni, akkor ilyen pár oldalakat előre lapozok, vagy akár a végéig ellapozok, vagy hogyha valami stresszesebb jelenet van, és egyszerűen nem bírom kivárni, hogy odajussak, akkor egy ilyen kicsit előrébb ugrok, hogy megnézem, hogy megnyugodhatok-e, vagy rosszul leszek a végére, és ilyeneket szoktam. De olyat már, hogy konkrétan előbb elolvasom a könyv végét, olyat már nem csinálok. Hetedik, köszönetnyilvánítás, papír és tintapazarlás vagy érdekesség. Ez szerintem köszönetnyilvánítás függő, meg attól is függ, hogy tetszett az adott könyv, mert hogyha tetszett, akkor szerintem szívesebben elolvassa az ember, én is a köszönetnyilvánítást, és hogy milyen nehézségek voltak mondjuk a könyv megírása során, és kiknek köszöni meg az író. Szoktak jók lenni, szoktak kevésbé érdekesek lenni, tehát például, hogyha nagyon tele van nevekkel, nem szoktam végigolvasni a neveket, de amúgy érdekes lehet, úgyhogy én nem mondom azt, hogy ez tinta és papír pazarlás. Nyolcadik,
Melyik karakterrel cserélnél szívesen helyet? Az a helyzet, hogy nagyon sok könyve, amit szeretek, és amiben nyilván vannak olyan karakterek, akiket jobban szeretek, tehát hogy nem ilyen random könyv, hanem így. Szeretem a könyvet, szeretem a karaktereket. Azokban nagyon sokszor elég tragikus sorsa van a karaktereknek, vagy elősztoria, vagy családi háttere. És én nagyon jól megvagyok a saját családi hátteremmel és ezekkel, és legtöbbször úgy akarom, hogy cserélni nem cserélnék senkivel, mert nem tűnik olyan jó cserének igazából, nem feltétlenül tűnik olyan jónak. Viszont nagyon szívesen belekerülnék egy-két világba. De úgy konkrét karakterrel helyet cserélni nem. Külön új karakterreként inkább. 9. Van olyan könyv, ami valami különlegesre emlékeztet az életedben? Hely, idő, személy. Hát a legkülönlegesebb könyv az életemben az továbbra is a Villámtolvaj, tekintve, hogy ez volt az, ami miatt megszerettem az egész olvasást, úgyhogy elég fontos tényező ebből a szempontból az én életemben. 10. Mondj egy könyvet, amit érdekes módon szereztél meg. Igazából nincs ilyen. Elég egyszerűen szoktam megszerezni a könyveimet, ez úgy néz ki, hogy megrendelem, és házhoz jön. És még nem volt semmivel sem így probléma, vagy kacifántos út, szóval ilyet nem tudok mondani. 11. Adtál már valaha könyvet valami egyedi okból egy különleges személynek? Igen, Emmának, a nővéremnek adtam már könyvet ajándékba, meg volt már, hogy szülinapra adtam barátnőimnek is könyvet ajándékba. Ha valamihez értek, azok a könyvek, tehát hogy ezt ki tudom nézni, de hogyha tényleg ez így legkülönlegesebb személy, akkor az számomra nyilván a nővérem lesz, Emma, most róla beszélünk. Neki adtam már könyvet, azt tudom. A következő kérdés, a 12. az, hogy melyik könyv volt veled a legtöbb helyen? Ezt egyrészt nem tartom számon, hogy mit hol olvastam, általában amit olvasok, azt mindig viszem magammal. Ha úgy adódik, hogy így tudom, hogy lesz időm egy kicsit olvasni. Most ugye ez attól függ, hogy melyik könyvet olvastam mondjuk egyetemen, tehát akkor ugye nyilván jött velem, vagy nyaraláson, mert akkor is. 2, ami eszembe jutott, hogy tavalyi nyaralásunkon velem volt, és vittem, mert buszos kirándulás volt, szóval ebből a szempontból tényleg elég sok helyen járt, csak megy el a hangom. Szóval az egyik Jenny Colgantől a The Little Shop of Happy Ever After, a másik pedig Karen McManustől a Two Can Keep a Secret, aminek nem jut eszembe a magyar címe most így hirtelen. Ez a kettő volt tavaly velem Erdélyben, és ott végig, amerre mentünk, valamelyik mindig jött velem, hogy amikor mentünk a buszon, lehetőleg még világosban, akkor tudjak olvasni. Úgyhogy most gyanítom, ezek voltak velem a legtöbb helyen. 13. Van olyan kötelező olvasmány, amit középiskolában nem szerettél, de pár évre rá kiderült, hogy nem is olyan rossz. Másfél éve jöttem ki középsuliból, és egyelőre még nem vetettem rá magam kötelező olvasmányra. Legalábbis nem tudok róla, úgyhogy így azt kell mondanom, hogy nincs. 14. Használt vagy új könyvek. Szerintem pont most volt valami tag, lehet, hogy a Rapid Fire-ös, hogy abban is volt valami hasonló kérdés, és talán ott is elmondom, hogy nincs problémám a használt könyvekkel, de általában újat szoktam venni, mert book depository-n a paperback-ek elég olcsók, és akkor ahhoz meg nincs postaköltség pluszban, szóval így inkább azt szoktam, de nincs bajom a használt könyvekkel. Tényleg, hogyha valami szép állapotban van, és olcsóban hozzá tud jutni az ember, szerintem teljesen jól megéri. 15. Olvastál valaha Dan Brown könyveket? Igen, de lusta voltam előkotorni őket, úgyhogy majd csak így bevágom őket. Olvastam a Da Vinci kódot, az Angyalok és démonokat és az Infernót. 16. Megtörtént már veled, hogy a filmadaptáció jobban tetszett, mint maga a könyv? Igen, nem is egyszer, de a legemlékezetesebben továbbra is a The Duff, azaz a Pótkerék című könyvnek az adaptációja. De van egy videóm, amiben van egy ilyen videóm, hogy könyvek kontra filmek, és amikor a film jobb, volt egy ilyen verzió, azt ide belinkelem, mert ott van több is, azt hiszem ott van a Végtelen Történet, a Duff, a Dzsungel könyve, meg még egy-kettő másik. 17. Volt már veled valaha, hogy éhes lettél olvasás közben? Ez, nem teljesen értem ezt a kérdést, de igen, volt már olyan, hogy éhes lettem. Sőt, legutóbbi példa, amikor olvastam ezt a Jenny Colgan könyvet, Cupcake Café-sat,
és a koliban voltam, és még nem mentem el ebédelni, és éhes voltam, úgyhogy igen, éhes voltam olvasás közben, szoktam. Főleg, hogyha ott vagyok Szegeden, és akkor olvasok, ott többször vagyok éhes. Ja, most úgy hangzik, mintha éheznék, de igen, szoktam éhes lenni kaját. Na, szoktam éhes lenni olvasás közben. 18. Ki az a személy, akinek a könyvajánlásait mindig megfogadod? Meglepetés lesz szerintem mindenkinek. Ez nem más, mint a nővérem, Emma. Igen, mert egyébként hasonló ízlésünk van, és ezt tudjuk, hogy na jó, nem, ez így nem teljesen igaz. Ha valami könyv abba a kategóriába esik, amelyik kategóriát mind a ketten szeretjük, akkor megfogadjuk a másik tanácsait, mert hogy azért más stílusokat szoktunk olvasni, más könyveket szoktunk olvasni, de általában ugyanaz szokott nekünk tetszeni. Tehát, hogyha van egyezés, akkor ugyanaz a kb. A véleményünk. Na, ez így azt nem érthető volt. Emmának az ajánlásait az olyan megfogadható, és abban lehet bízni. 19. utolsó. Van olyan könyv a komfortzónádon, kedvenc műfajodon kívül, amit végül imádtál. Ezt is lusta voltam, bocsánat, előkotorn, csak mindegy, ilyen nagyon passzentosan van a polcon, és nehéz kirángatni. Hirtelen ez jutott eszembe, ez pedig a To Kill a Kingdom, egy birodalom végzete Alexandra Christótól, remélhetőleg jól mondtam. És ez azért mondom azt, hogy komfortzónán kívül esett, mivel vöröspöttyös, viszont imádtam, és tutira kedvencem. És akkor van ez a 20. kérdés, hogy hív ki valakit, de annyira nem szeretek embereket kihívogatni, meg nem tudom igazából ilyenkor, hogy ki mit csinált, meg ki mit szeretne, úgyhogy én ezt a 20. kérdést most így passzolnám, ha nem probléma, de hogyha valaki úgy érzi, hogy szeretné kitölteni, akkor nyugodtan tegye meg, és érezze magát kihívva, és akár még hagyjon róla egy linket lent a leírásban is, hogy meg tudjam nézni. Vagy el tudjam olvasni, hogyha valakinek blogja van. Vagy akármi. Akár a leírásban egyből is ki lehet őket tölteni. Amelyik jobban tetszik, amelyik opció tetszik. Attilának pedig köszönöm szépen még egyszer, hogy kihívott, mert így legalább egyel kevesebb videóötleten kellett gondolkodnom októberre, ami kicsit ugye egyetem közben annyira nem tudok fókuszálni így a videóötletek gyártására, úgyhogy ez itt teljesen jó volt, köszike. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!